Jó estét kívánok! Háttérkép Boros Imre és Bogár László asztrál testjével. Szerbusztok, urak! Jó titeket nézni ezen a kivetítőn. Jól vagytok? Minden rendben? Köszönjük szépen, vigyázzunk magukra. Ez a lényeg. No, akkor már a hétfői sajtóklubban volt téma, de most mégiscsak két közgazdásszal ülök itt. Váltsunk egy pár szót Soros György örök kötvény kibocsátási tervéről. Mi is ez, és mit jelentene, hogyha az Unió ebbe belemenne? Imre? Hát ugye egyszer már ez bedobta korábbi időben a drága jó ember, akkor egy kicsit ezt háttérbe került. Most ugye arról van szó, hogy esetleg ugye van a mi vétónk, és meg a lengyeleké, és akkor most van egy kis gondolkodási szünet, ő is összeszedte magát, és újra előállt az ötlettel, és tette egy csalafinta csavart is bele, mert ugye azt mondta, hogy hát tulajdonképpen a magyarokat meg a lengyeleket meg lehet kerülni. Igen, tulajdonképpen a kibocsátásba, tehát a eladósodásba valóban meg lehet kerülni, de hát mi eleve azt mondtuk, hogy ez olyan nagyon nincsen nekünk ínyünkre, de nem mondják, hogy nem vagyunk szolidaritások, ha kell, bent vagyunk. Gyuri bátyánk, ugye, drága jó hazánk fia, meg amerikai hazája is, mert ő kettő hazának az ő fia, azt találta ki, hogy akkor azt kéne csinálni, nem az Európai Unió egységesen és közös felelősségvállalással venne fel ezt a pénzecskét, hanem csak azok, akik bent vannak az egészben, hát ugye ez alatt ugye alapvetően a zsugoriakat értik, Németország, stb. És akkor gyakorlatilag az alkotna egy felelősségi közösséget, és így kanalizálnák át a pénzt dél. És na most, hogy miért örök kötvény? Hát én elmondom, hogy már egy-két helyen elmondtam, hogy az tulajdonképp nem egyéb, mint a világ pénzbirodalmának kényszer zubbonya azon országokra, vagy kerítőhálója, akinek melyik, hogy mondjam, hasonlat jobban tetszik, akik egyébként ebbe belemennek, mert egyébként aztán jönne a folytatás is, ugye, mert előbb-utóbb azért el ne felejtsük, ha délre odatolnak egy csomó pénzt, a spanyolok szétosztogatják el jótékonysági alapon, alapjövedelemnek, az olaszok meg hát szintén nem egészen hatékonyan használják föl, majd nekik is jön ám a lejárat, mert a spanyolok is 100% fölött vannak eladósodva, mint az olaszok, és akkor megjöhet a megmentő ötlet, egy gyereket nem is kell itt csinálni semmit. Én megveszem a lejáró hiteleteket, kifizetem azokat, akiknél lejár, és átváltjuk azt is örök kötvényre, és nektek milyen marha jó lesz, kormányok, csak és kizárólag az a dolgotok, hogy a néptől kihajtsátok a kamataimat, majd én meg megmondom időnként, hogy mennyi a kamat, az pont annyi, amennyit éppen úgy ki tudok szipolyozni belőletek, hogy a népnek nem áll az összes maradék haja az égnek. Tehát erről szól itt most pillanatilag ez az olvasat. Laci, hozzáfűzni való? Én talán annyiban lehetne kiegészíteni, hogy az örök kötvény az alapvetően a brit birodalom időszakában tudott működni, mert ugye akkor valóban volt egy majdnem 100 éves időszak, amikor mindenki a világon komolyan el is hitte, hogy a brit birodalom örökké fog létezni, és örökké a világúra marad. És ráadásul olyan körülmények között, ami azért alapvetően még mindig horgonyként az aranyhoz volt kötve egy olyan rendszerben. És egy ilyen rendszerben egy olyan nagyon hosszú távú, elvileg végtelen hosszúságú kötvény, ahol végül is sosem kell, mert ez a lényege, hogy sosem kell a tőkét törleszteni, hanem mindig csak a kamatot kell törleszteni. És egy olyan helyzetben, amikor mindenki elhiszi a világon, hogy ez egy rendkívül stabil, tehát a globális, az adott globális hatalmi rendszer rendkívül stabil és kiszámítható, ott még talán van is értelme valami ilyesfélének. De a jelenlegi helyzetben ez egy, szóval a legkevesebb, amit mondhatunk, hogy tökéletesen komolytalan ajánlat. Tehát a jelenlegi helyzetben, amikor egyetlen biztos pont van, az abszolút bizonytalanság, különösen az Európai Uniót tekintve, egy ilyen helyzetben egy ilyen ajánlatot tenni, hát hagyd ne minősítsen. Tehát ez úgy komolytalan, ahogy van, illetve hát ha kicsit kevésbé vagyunk jóhiszeműek, akkor valami sokkal sötétebb szándékot kell belelátnunk.
Gyerekek, Hogy mondjak még igen. két mondatot majd? Mondjad, mondjad. Hát ugye a helyzet az, hogy Churchillre emlékszünk, aki egy hatalmas nagy formátum volt, aki amikor elkezdték bombázni Londont a németek, hát elég rendesen ugye, meg Coventryt, meg egyebeket, akkor azt mondta, hogy a helyzet ugyan nagyon tragikus, ám de egyáltalán nem komoly. Ő azért már tudta, hogy mi szerveződik a háttérbe. Hát itt azt mondom, az egész egyszerűen komoly, ezt megfordítanám, amit most Soros akar, ez ugye rendkívül komolytalan ötlet, ám de ha megvalósul, akkor nagyon tragikus. Rossz irányba gondolkodom én, hogyha azt mondom, hogy ez az örök kötvény, ennek a pandantja volt a devizahitel. Amikor ugye az volt mondva, hogy vedd föl devizában a hiteledet, rendkívül kedvező és alacsony a kamat, sokkal alacsonyabb, mintha forintban vennéd fel, és ez így fog maradni a világ végezetéig. Azt eltelt egy-két év, és mindenki belerokkant. Ez nem annak a pandantja? Hát igazándiból a huncutság ipari műveknek, ez ugyanabban a fájljában, hogy ilyen modern módon fejezem ki magam be, egyáltalán nem sajátom, ugyanabban, hogy akkor vegyük elő a másik trombitát, mint ott most trombita művész van másik, ugye? Hát itt is arról van szó, hogy valamivel jól beetetem a népet, devizakötvény, aztán utána testiesen szólva jól megszivatom. Hát azért az örök kötvénynél is most mondanak egy induló, mondjuk az kamatlábat, esetleg lehet még kedvező is, mert először Soros 0,5%-ot mondott, azt az ütődött volt belga miniszterelnök, aki ott üvöltözik az Európai Parlamentben, még a nevét sem akarom kimondani, az meg már mindjárt kevert, emelt 2,5%-ot mondott, hát a nem lejáró futamidő, mert nincs lejárata, alatt akkor a hitelező azt mond, amit akar, gyerekek, ha nem fizetitek a kettő felet, a hármat, a négyet, de akkor vissza is lehet az egészet fizetni. Tehát gyakorlatilag devizahitelnél is az volt, ja, az árfolyam, hát még nem kérdeztétek, hát megmondtam volna, hogy akkor az eleletek megy. Hát ez is egy mocskos piszok csalás volt Magyarországon. Minden mocsok alak, aki ezt kiagyalta, a Nemzeti Bank hajdani tisztségviselő, meg egy-két kereskedelmi bankár, ma a balliberális oldalon azzal diszelegnek, hogy a vétót ütik, vágják, egy-két tőlünk el csámbított, vagy csámpásított emberrel, egy csikánnyal, meg Bellára, meg hasonlókkal. Hát ugye ők pontosan tudták, hogy mire szól a játék, csak meg kellett volna nézni a svájci frank forint árfolyamot visszamenőleg 40 évre. Aztán azt mondja, világos, miért változni ez ezután? Laci? A devizahiteleknél is az volt a helyzet, valóban, ahogy mondtad, hogy nagyon kedvezőnek látszott a kamat elsősorban, és azért ezt nagyon fontos hozzátenni, hogy az első 4 évben igen kedvezően alakult az árfolyam is, mert azért ezt is tegyük hozzá, hogy 2004 és 2008 között 180 forintról 140 forintra javult a forint, mármint a svájci frankhoz képest. És akkor meg aztán... Ezt hívták annak idején még több mézet a madzagra. Hát jó, jó, csak az a baj, ez önmagában jókat nevettünk volna rajta, hogyha nem szólta volna be a magyar, az a félmillió család, aki csak a mézet érzékelt ebben az egész folyamatban. Tehát ugye az egyik dolog az alacsony, hát elsősorban ez volt a beetetés lényege, hogy nagyon alacsony volt a kamat, illetve az árfolyam is még javult. Ezt követően az árfolyam egekbe emelkedett, mármint a forint kárára, és ami a legmegdöbbentőbb, hogy miután ennek következtében sokan nem tudtak törleszteni, így a kamatokat is elkezdték az egekbe vinni. Na most kérdezem én, ugyan mi a garancia ebben a világban, tehát ebben a totálisan a káosz felé haladó világban, és azon belül meg a teljes szétesés, és még inkább a káosz felé haladó Európai Unióban, hol a garancia arra, hogy egy, a kamatok ma a világ minden pénzét, 10 000 milliárd dollár számra gorják ki a pénzt, csak azért nincs vágtató infláció már most is ebből, mert nem költik el az emberek, mert mindenki retteg a jövőtől ennek következtében, nincs a pénz forgási sebessége gyakorlatilag nulla. Akkor lenne persze infláció, ha valóban megmozdulna a pénz, na akkor viszont
kétszámjegyű inflációval indulna a dolog Amerikában is, meg az Európai Unióban is. Tehát ebben az esetben mondjuk 3 év múlva 17%, nem 1,5%, hanem 15 meg 17% lenne a kamat, 1, 2, mi a garancia arra, hogy nem omlik össze maga az euró? És abban az esetben már az árfolyam is bejön, mert ugye ha összeomlik az euró, akkor nyilván a dollárhoz lesz kötve, és akkor, szóval, hogy akkor milyen sötét következmények jönnek, arra meg nem is jó gondolni. Tehát csak ezt a két dolgot kellene mérlegelnie mindenkibe. Nincs mindenki illúzióim azzal kapcsolatban, hogy az Európai Unió uralmi struktúrái egyáltalán mérlegelnek-e még mostanában valamit, de ha esetleg úgy vannak öltözve, meg éppen arra járnak, akkor nem ártana, hogyha elgondolkodnának ezeken a hihetetlenül veszélyes, lehetséges következményeket. Világos. Az eddig tárgyaltaknak folyományaként is kérdezem, hogy miért mondhatjuk mi azt, hogy legalább jövő év végéig, tehát durván még egy évig nekünk igazából nincs is szükségünk sem uniós költségvetési forrásra, sem pedig erre a bizonyos gigantikus hitelfelvételből nekünk jutó pénzre. Imre? Akkor vegyük át a leckét, hogy hogy is mennek ezek a költségvetési folyamatok. Azt hiszem, abban különösebben nem kell kételkednünk, hogy a gazdaság már most is elég szépen pattant vissza, pedig még bent vagyunk a szarjéba rendesen, ugye? Jövőre vélhetően meg lesz a vakcina, meg egyéb, akkor a gazdaság vissza fog állni a normális mederbe. Mi jönnek be szépen a bevételek, főként az áfágon, fogyasztás hála Isten nem esett vissza, mert ugye a magyar adó alapvető bevételi forrása a mondjuk a társadalombiztosítási pénzeken kívül az az áfa. Ugye, és az pedig a munkavállalóktól, ezért is küzd a kormány az utolsó töltényig, hogy az állásokat tartsuk meg. Tehát ez jön befele, ez a másik. A másik dolog az, hogy hála Isten a jegybank most már 13 óta, tehát azóta beszélhetünk új időkre jegybankilag, látja, hogy mi a teendője a forinttal, meg a hitelezéssel, meg egyebekkel. Alacsony szintre vitte a kamatot, és gyakorlatilag a kereskedelmi bankok szabotálnak, mert szabotáltak kőkeményen az elején, akkor, ahogy mondani szokták, hát beugrik, mint madám, ugye a növekedési hitelprogram egyebek. Tehát a forinttal elkezdtünk tudni bánni. Harmadik, hogy nagyon erősen ráfeküdtünk arra, hogy az export menjen, ezért is dédelgetjük a külföldieket, ezért nagyon kell dédelgetni, akik itt vannak, pedig lelkem, szívem nem kívánja az több mint a fele hasznot elvigyék a fenébe. Ugyanakkor arra a devizabevételre óriási szükség van, hogy nehogy véletlenül fizetési mérlegben nagyon megszoruljunk, és akkor külföldről devizát kell fölvenni, akkor inkább főbelövés, de gyorsan, ugye? Tehát ezek a peremfeltételek egyértelműen világos. Ja, és még egy, hogyha a kormánynak pénzre van szüksége, itt van a magyarok zsebe, és abba azért ugye rakosgatta a pénzt, szépen növekszenek a munkabérek, és adott esetben el lehet helyezni az adósság papírokat. Ez az egyik. A másik az Európai Uniós forrásokat, az előzőből még, előző periódusban nem merítettük ám ki teljesen, mert úgy működik a rendszer, hogy plusz 2 év. Tehát egy csomó dolog már ki van szerződve, ütik, vágják, a projekteket csinálják, és már a kormány meg is erőfinanszírozta forintból, ugye? És Brüsszelből ezek a zsozsók mindenképpen jönnek. Na hát, ha azt a pofátlanságot megmernék csinálni, hogy ezeket se fizetik ki, hát akkor az már a, hogy mondjam, a nyílt színi zsebmetszése lenne egyelő. Erre majd még visszatérünk. Laci? Igen, én is úgy látom, hogy nincs semmiféle ok az aggodalomra, mert a harmadik negyedév számai egyértelműen azt látszanak bizonyítani, hogy alapvetően nem sérült a magyar gazdaság. Tehát abban a pillanatban, amint hát elhárulnak azok az akadályok, amelyek a járványból adódó korlátozások, akkor a gazdaság teljes bőzzel tud működni, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy fél év alatt, 2 vagy 3 negyedév alatt visszajut arra az eredeti szintre, és utána, mivel értelemszerűen van azért jelentős elhalasztott kereslet, biztos, hogy még magasabb növekedési ütem is elérhető. Tehát ezzel semmi gond nincs. Az elmúlt 10 évben
egyszer volt ilyen magas a deviza készlet, tehát a devizatartalék az egyik legmagasabb, azt hiszem csak 15-ben volt ilyen szinten, 37 milliárd euró körül van, tehát viszonylag alacsony hitellel lehetett felvenni ezt a 2,5 milliárdos euró hitelt most, tehát a piac minden további nélkül ad számunkra nagyjából ugyanolyan kedvező feltételekkel, mint ahogy mondjuk az Európai Unió venne fel hiteleket, ha a deviza hitelre szorulunk. De egyelőre, hál' Istennek, ahogy az Imre mondta, egyáltalán nem szorulunk erre, mert a fizetés... Akkor egy teoretikus kérdés következik. Ezt hangsúlyoznám, hogy teoretikus, mert aztán majd holnap megírják a lapok, hogy mi már épp kiléptetjük Magyarországot az Unióból. Ha bekövetkeznék az, amit Imre az imént fölvázolt, hogy nyílt színi zsebmetszést elkövetve még az előző költségvetésből járó pénzeket sem adnák oda Magyarországnak és Lengyelországnak bosszúból, akkor elkezdhetnénk azon gondolkodni, hogy érdemes-e maradni, vagy inkább megyünk? De a kérdésem teoretikus. Persze, hogy teoretikus, és a válaszom is teoretikus lesz, ugyanakkor azonban megpróbálok pragmatikus választ adni, meg hát gondolom Laci is mindjárt előkapja, ami van a zsebébe, de nem pisztoly természetesen, és nem rám fog lövöldözni. Ugye te is voltál Zsolt katona Ercsibe, én meg Kalocsán. Tudod, hogy mi a készültség a hadseregben? Igen. Készültség azt jelenti, hogy másodperceken belül... Hogy ruhába alszunk, azt jelenti. Hát ruhába alszol, és a szimatszatyor melletted, a tártáska melletted, a csúzlibe van tározva, és elordítják, hogy riadó, akkor pár másodperceken belül föntugrálsz az autón, főteszel mindent oda, aztán kész. Én úgy gondolom, hogy ez egy pillanatnyilag egy készültségi állapotot jelent. Ha a magyarországi megélhetési rettegőknek a szavával akarok élni, akkor tulajdonképp a börönybe a legszükségeseket be kell pakolni, és rajta ülve kell rettegetni ettől a dologtól. De hát azért ez egy teoretikus helyzet, mert nem csak Európáról van itt szó. Sajnálatos módon nyitni kell az objektívvel a térszemléletet, mert ugye itt most arról is van szó, hogy merre megy Amerikába az inga, de majd arról beszélnék, hogy nem egészen nagyon biztos, hogy az otthon úgy lesz, ahogy akarják. Na most nem is véletlen, hogy most 10-én úgy tudom, hogy ez a költségvetési dolog be se kerül a kormányfők tanácskozására. Magyarán szó nem kerül be, mert várnak ők is. Érdekes módon az európai lapok, a németek, minden, mint a csuka úgy hallgatnak az egész amerikai dologról, márpedig az amerikaiak a Wall Street-től kezdve a New York Times-ig és a Washington Postáig, Washington Postig már kezdenek ott pedzegetni, hogy hát ez a Trump itten okoskodik meg, mit tudom én, mifélék. Úgyhogy ez sincs még teljesen eldőlve, múlt héten is ezt mondtuk, ma is ezt tudjuk mondani. Tehát ez ezzel is összefügg, mert ne gondoljuk, hogy itt csak európai birodalomról lenne szó. Soros nagyon nagy kedvel tulajdonképp, és az egész euróatlanti térséget egy ilyen kerítőháló mozdulattal beszeretné hozni. Ha bejön Biden, akkor nagyon jó a helyzete, akkor itt beerősítenek Európába, viszont ezeknek a megnyomorított európai állami vezetőknek meg azért annyi életösztőjük van, hogy azért annyira nem kapkodnak. Világos. Laci? Kompromisszum fog születni néhány napon belül, ez egész biztos. Az az igazság, a kompromisszumról. A jelenlegi helyzet, persze, jó, de hát de nem érdemes nekünk sem feszíteni. Tehát én meg azt gondolom, ha már teoretikusan felvetetted, hogy nincs napi renden a kilépés, és nem is kell egyik fél részéről sem. Mind a két fél érdekelt jelenleg abban, stratégiailag érdekelt Magyarország is, hogy benne maradjon az Európai Unióban, de, és nagyon fontos hozzátenni, az Európai Unió is stratégiailag érdekelt abban, hogy ettől a két országról, mert hiszen nem csak Magyarországról van szó, tehát hogy attól a világbotránytól,
hogy két ország kilépne az Európai Unióból, az bármilyen különös, az Európai Unió számára sokkal nagyobb veszteségekkel járna, mint e két ország számára. Tehát bármilyen különösen is hangzik most, az Európai Unió meghatározó uralmi struktúráinak nagyobb szüksége van arra, hogy ez a két ország benn maradjon, és ne jöjjön létre az a világbotrány, hogy akkor két ország kilép az Európai Unióból, mint fordítva. Ilyen értelemben én biztos vagyok benne, hogy a színfalak mögött már előkészítették azt a megoldást. Most Imre, abban igazad van, de mindenki arcvesztés nélkül szeretne kijönni. Természetesen. Tehát én úgy érzem, hogy most nem érdemes nekünk se verni azt a tantamot, hogy de miért gyűjtünk. Nem, de hát semmiképpen. És ráadásul nagyon-nagyon fontos. Csak készültségi állapotról. Gyerekek, első rész leketyeget, innen folytatjuk, illetve Brexit-tel folytatjuk, mert ott is vannak érdekes fejlemények. Rövid szünet és jövünk vissza. Folytatjuk a háttérképet Boros Imrével és Bogár Lászlóval, és csak Lacinak visszaadván a szót itt az első rész végéhez kapcsolódva, hogy akkor tehát azt mindenképpen kimondhatjuk, hogy egyik félnek sem érdeke az, hogy robbanjon az unió. A kompromisszum valószínűleg már a hátsó szobákban megköttetett, és az is biztos, hogy a kompromisszum az nem azt jelenti, hogy a lengyelek és a magyarok föltett kézzel kijönnek a lövészárokból. Ugye jól foglaltam össze, Laci? Igen, abszolút jól foglaltad össze. Annyit szerettem volna még hozzátenni ott az első rész végén, hogy most mindkét félnek egy kicsit el kellene felejteni azt, hogy győzelem. Jó, szóval tehát ebben itt most nagyon hosszú időn keresztül egész biztos, hogy nincs győztes, nem lehet győztes, csak különböző szintű vesztesek vannak, tehát azt én általában is híve vagyok annak, hogy ha lehet, akkor próbáljuk elkerülni azt a valamit, amit a játék elmélet negatív végösszegű játszmának nevez, ahol teljesen nyilvánvalóan fennáll a veszélye egyébként, nem is kicsi a veszélye annak, hogy az Európai Unión belül is egy többdimenziós negatív végösszegű játszma kezdődik el, ahol mindenki veszít, mindenki tudja is, hogy mindenki veszít, de nem tud kilépni ebből az önpusztító játszmából. Ez szokás egyébként a hétköznapok során háborúnak nevezni. Épp elmélyű ember és épp moralitású ember minden körülmények között igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy a háború elkerülhetővé váljon. És én úgy gondolom, hogy a német vezetésben még mindig többségben vannak, azok úgyis ők fogják eldönteni, a német, a legfelsőbb német uralmi csoportokban még mindig többségben vannak a józan elemek. Jó. Akkor áttérve az első rész végén általam már beharangozott Brexitre, és fordulok Imréhez. A Brexit is egy olyan végösszegű játszma, amiben mindenki szükségképpen veszíteni fog, és egyáltalán hogy állunk most ezzel a Brexittel? A Brexit befejezett tény, de ugye a kilépés módjának a részleteiben a mai napig nincs megállapodás. Hát hogyan lenne? Ugye itt arról van szó, hogy az angol nép egy több mint 3 éve úgy döntött, hogy na neki ebből elég. Ez részint érzelmi típusú döntés, részint azonban a mindennapok anyagi körülményeinek is szól. Tehát elegük van abból, hogy Brüsszelből nyomják a hülye dumát, meg a migráns, meg az ez, meg az, meg még ráadásul jó rá is faragnak erre az egészre, hogy egyszerű profán módon fejezzem ki magam. Na most, amikor kiszállok egy buliból, hát ugye a múltkor is ezt mondtam, ragaszkodok ehhez a kifejezéshez, kiszállok a kolhozból, onnét ugyan nem nagyon lehetett a Szovjetunióból, akkor szeretném minimum azt elvinni magammal, amit oda behoztam. Na most ezzel kapcsolatban óriási viták vannak, mert az angolok szeretnének egy olyan kiszállást, hogy tulajdonképpen a közös piaci
hogy mondjam, kedvezményeket megtarthassák, ugyanakkor azonban, amit nekik kedves, az viessék. Az Európai Unió meg, hát majdnem, hogy pont fordítva van, még egy csomó dolgot az angolokra rá akarna nyomni. Két nagyon fontos téma van, ami miatt az angoloknak a haja az égnek áll. Az egyik a halászat, remélem majd sikerül bejátszani azt a térképet, ami mutatja a brit tengeri hatókört, az északi részben ugye a marlénákat lehet rendesen halászni, ott délen a csücsökbe pedig a rákokat, és ezt eddig másokkal, elsősorban a franciákkal megosztották, de onnét, ha kiszállnak a britek és mérges a kiszállás, akkor a franciáknak hess, ezért Macron már ikrát hány, ugye, meg mindenféle csúnyákat beszél az angolokra. A másik dolog az a piaci versenyszabályok. Az Európai Unió azért, hogy kedvező módon egyezzenek meg, mármint az angoloknak is kedvezők, olyan versenyjogi szabályokat akar Angliába érvénybe tartani, ami az angoloknak azért nem tetszik, mert ők a saját angol cégeiket szeretnék helyzetbe hozni. Az Európai Unió meg már, hát gondoljuk azt, nem régen volt, hogy a TTIP-et is be akarták húzni Európába. Olyan a nagy nemzetközi cégek előnyeire szolgáló versenyjogi szabályokat akarnak érvénybe hozni a brit-európai uniós kapcsolatra rendszerbe is. Nem véletlen, hogy a versenyjogi pozíció az Európai Unióban is mindig egy nagyon kiemelt terület, illetve aki ott volt, az azonnal megy a WTO-ba, a világkereskedelmi társaságba, ott kavarják ezt a koktélt. Ez a két dolog nagyon idegesíti az angolokat, és pillanatnyilag a helyzet úgy néz ki, hogy nagyon-nagyon forró, és érdekes, a franciák azok nagyon óbégatnak, a németek meg mint a hal a szatyorba úgy hallgatnak, pedig ők is nagy vesztesei lesznek, ha nincs megállapodás, mert ugye az angol kereskedelmi hiány, ami körülbelül múltkor már tárgyaltak egy jó erős 100 milliárd font, nem euró, abból a legnagyobb tétel, amit a németek kitermelnek az angolokból, az ugye a német technológia export, gépek, berendezések, gépkocsik, gyógyszerek, stb. Abból áll. Ha azt a britek rendesen megvámolják, akkor akkor a németek is nézegethetnek, bár ők valahogy nem mernek megszólalni. Pillanatnyilag, tehát eléggé kócos a helyzet. Na és akkor most mondanám, ugye, hogy hát látunk már, hogy egy kifelelő út milyen rögös. Na most ezt azért érzékeli az Európai Unió. Németeknek meg főként, ha nem is sírnak, rínak miatt, de érzéklik. A kelet-európai, mert ugye Magyarország, Lengyelország lenne a két tétel, többi, ami marad, az már nem olyan különösebben jelentős, meg lehet, hogy még jönnének utána is. Hát ott is rengeteget veszítene, hát gondold el. Hát ebben a szent pillanatban egészen más viszonyrendszer, a német nagy cégek, meg egyebek hogyan jönnének ebbe a dologba. Tehát igen, Lacinak visszatérnék az igéhez, mind a két félnek nagyon-nagyon érdeke a megállapodás, mind a két fél arcvesztés nélkül akar kijönni ebből az egészből, és itt a háttérben, aki nagyon erősen kavarja, az a nemzetközi tőke, neki meg majdnem mindegy, hogy a dolog hogyan burul el. A lényeg az, hogy mennél több államot, ha lehet az egész Európai Uniót, ebbe az eladósodási rabszolgasági ügybe behúzza, ezt fejezi ki Soros Györgynek az a visszatérő, hogy mondjam, remek ötlete, hogy örök. Világos. Laci? Számunkra, magyarok számára sajnos csak egy egzotikus, mármint hogy a halászat az egyik, is említette, az egyik legérzékenyebb felülete ennek a Brexit tárgyalásnak, ahol egyelőre nem csak megállapodás nincs, hanem a megállapodás esélye is nagyon látszanak, mert hogy, és azért erről a hétköznapi híradásokban ritkán esik szó, hogy az egyik legsúlyosabb probléma, ami miatt ennyire érzékeny felület ez a halászati ügy, az az, hogy minden érintett tenger szakaszon már messze a túlhalászás, ugye overfishingnek nevezik ezt, amikor körülbelül 70%-kal több tengeri élőlényt emelnek ki a tengerből évente, mint amennyi normálisan biológiailag ott újra termelődik. Hát ezt hívják brutális rablógazdálkodásnak. Tehát az érintett tenger szakaszokon mindenütt brutális túlhalászás érvényesül már elég régóta, ami nyilván amíg az Európai Unión belül volt az ügy,
addig hát végül is ugyanaz a struktúra használta, tudtak erről persze eddig is, de most már, hogy két ellentétes érdekekkel rendelkező fél fogja használni ezeket a vizeket, hát értelemszerűen persze, hogy kiéleződik, és őszintén szólva én nem is nagyon látom, tehát amennyire mi figyelemmel tudjuk kísérni, nem is látom esélyét sem annak, hogy itt valami olyan megállapodás, nyilván valami fog történni, de egyelőre olyan távol állnak egymástól, értelemszerűen döntően a 70%-os túlhalászás következtében az álláspontok, aminek a közelítésére sincsen lehetőség. És még egy nagyon fontos dolog, ugye szerencsére, mivel nem vagyunk érintettek, illetve történelmi szerencsétlenségünkre, ezért arról se nagyon van tudomásunk, hogy ezt a társaságot nem túl szerencsés megsérteni. Igaz, hogy létszám, mármint aki halászatból él, mert igaz, hogy a létszáma viszonylag csekély a társadalom egészéhez, de elképesztően nagy az alkú ereje. És azért Angliában is, meg Franciaországban is, tehát az, hogy nincsen mindig friss tengeri herkentyű korlátlanul, az egyszerűen skandalum. Tehát az a pillanatok alatt tud ez a társaság, mármint aki a halászatban érintett, pillanatok alatt tud hatalmas válságot kavarni, messze nagyobbat, mint amennyi a számaránya mondjuk a foglalkoztatottokon belül, és ezért retteg. Tehát Macron azért próbál rettenetesen harciasnak látszani, valószínű az is ebben a kérdésben, mert tudja, hogy akkor a sárga mellényesek mellé még egy újabb mozgalom kapcsolódna, ami nem valószínű, hogy most hiányzik neki. Világos. Most maradjunk még. Igen. Valami gyerekek, mert nagyon fontos, amit a Laci mondott, azt alátámasztandó. Bejelentette a brit hadiflotta, hogy igen, kísérő hajóikat fogják elindítani a halászati területeik védelmére. Ezt a Navy, ami Angliában azért komoly társadalmi, ez az egyik része. Magyarán szólva, még katonai erővel is képesek ezt, vagy akarják meg. A másik, ma hallottam az Európai Parlamentben az egyik ír képviselő asszony felszólalását. Nagyon brutális, a Nigel Farage-hoz hasonlítható tónust ütött meg a hölgyemény, és azt mondta, hogy fölhívja a figyelmét a képviselőknek, hogy nehogy már az angolok hülyeségét okolják ezért az egész dologért, hogy a Brexit nem megy előre, hanem kőkeményen nézzenek magukba, és akkor felsorolta a leckét, amit mi is kiválóan tudunk. Úgyhogy azért ez nem olyan egyszerű kérdés, mint aminek látok, hogy egy kis hal így, vagy úgy, vagy amúgy, ez ennél sokkal keményebb. Maradjunk Európában, de már tágítsuk a kört egészen az Egyesült Államokig. Az Európai Bizottság friss, írásba foglalt terve azt tartalmazza, hogy 34 millió migránst kell Európának befogadni. Ennek a tömegnek lakást kell építeni, valamilyen megélhetést kell biztosítani, és választójogot kell adni. Ezzel párhuzamosan Joe Biden első ígérete úgy szólt, hogy 10 millió Amerikában élő migránsnak, akinek jelenleg nincsenek rendezve a papírjai és nincsen hivatalos státusza, nekik megadja az állampolgárságot. Na gyerekek, itt mi a mesterterv? Laci? Igen, hát most bizonyos értelemben véve azt hiszem, hogy mi derűsen figyelhetjük, mondhatni páholyból ezt a történetet, mert ha valaki elmondhatja magáról, hogy ja, én szóltam, már mint időben szóltam ezzel kapcsolatban, akkor az Orbán Viktor, és nem csak Európában, hanem az egész globális szintéren. Tehát, hogy mindaz, ami 15 óta készülődik, az a szószoros értelemben életveszélyes következményekkel járhat. Ez most eddig nyílt titok volt, most pedig nem csak titok, hanem, ha úgy tetszik, meghirdetett stratégia. Egyébként érdemes visszaemlékezni arra, majd talán egyszer erre, ennek a részletezésére is visszatérhetünk. Érintettük egyszer néhány évvel ezelőtt. Azt hiszem, annak idején még szegény Lovas Pista ásta elő ezt a bizonyos ENSZ jelentést, ami 95 és 98 között készült, és 2050-ig vetítette előre, hogy mennyi migránst kell befogadnia Európának ahhoz, hogyha azt akarja, és ez nagyon érdekes volt ebben az anyagban, hogyha azt akarja Európa,
hogy a kereső eltartott arány, tehát az aktív keresők, a 15 és 65 év közöttiek legalább négyszer annyian legyenek, mint a 65 pluszosak, ami egy normális állapot, tehát ebben igaza volt az anyagnak, hogy valóban körülbelül négyszer annyian kell, hogy legyenek, mert az ő feladatuk alapvetően a gyerekek eltartása és felnevelése volna, nem az öregekről való gondoskodás. Tehát ha négy alá megy, az már necces, csak hogy az a probléma, hogy már most is három alatt van az Európai Unió egészében, sőt Olaszországban lassan a kettőhöz közelít, ami életveszélyes szint. És ennek az anyagnak annyiban igaza volt, hogy a 20-as években, mert 98-ban zárták le, hogy a 20-as években a termékenységi ráta katasztrofálisan alacsony szintre emelkedik, és ezért nem csak hogy a négy nem tartható, hanem valószínű már a három sem, mármint az arány ebben. És most erre hivatkoznak. Egyébként csak hozzátenném, hogy ez a bizonyos anyag, ami 95 és 98 között készült az ENSZ megfelelő szervezeteiben, ez azt feltételezte, hogy ha nem változtat Európa, és azért ez nagyon lényeges, ha nem változtat Európa a termékenységi rátáin, vagyis nem fognak emelkedni folyamatosan a termékenységi ráták, és nem érik el újra legalább alulról a kettőt, mert egyébként 2,1-nek vagy 2,2-nek kellene lenni, akkor ebben a papírban az szerepel, beszéltünk itt egyszer, hogy 1 milliárd 368 millió migránst kell 2050-ig befogadni, sőt, még egy olyan táblázat is volt ebben az anyagban, ami azt is kicentiszte, hogy ha ennyit telepít be Európa, akkor hány százalékát fogják a népességnek kitenni azok, akik közben 2050-ig bevándorolnak, és az utódaik értelemszerűen, mert itt már akkor legalább két generációról van szó. És ott díszeleg az a szép adat, hogy abban az esetben Európa népességének 74,4%-a az időközben bevándorló migránsokból, illetve descendent, ugye leszármazottjaiból tevődik össze, ezen belül pedig Németországban 80,3%, tehát hogy akkor a németeknek legalább 98 óta illene tudniuk arról, hogy az ENSZ már is eltemette őket, és azt feltételezi. Nagyon érdekes, hogy eltelt 22 év, és nem akadt egyetlen német közbeszélőse, aki mondjuk kikérte volna magának, hogy egy ENSZ jelentésben akár csak feltevésként szerepelhessen egy ilyen adat, hogy a németek 19,7%-ot fognak mindössze kitenni a hazájukon belül 2050-ben. Hát ez mutatja, hogy lelki, erkölcsi, szellemi értelemben Európa, illetve hát sajnos a németség nagy része is milyen szinten van. Elképesztő. Imre? Egyetlen egy dolgot még, hogy Dunának, Holtnak egy a hangja helyett, washingtoni és brüsszeli mocsárnak egy a hangja. Mind a két helyen felmerült ez a migráns ügy. Egyrészt ugye mindenáron meg kell szerezni a hatalmat, Amerikába választási család is belefér, és hát kikotyogta a Biden, hogy 11 milliót be akar hozni, majd állampolgárságot, szavazati jogot akar nekik adni. Európában ugyanaz a helyzet, muszlim szervezetek megesküdtek a baloldalnak, hogy az embereik legalább 60-70%-a ide szavaz, tehát itt az egész világbirodalmi ügy, az egész északi féltekére, pontosabban az euróatlanti térségre is kimegy, a háló már elindult, hogy mennyit fog be ebből, azt a következő, hány országot, az a következő hetek, hónapok, esetleg éveknek a dolga. Jó, akkor csak már így örökzöldként, mert november 4-e óta visszatérünk erre, van még rá 3 percünk. Ma hogy látjátok az amerikai elnökválasztás helyzetét? Mert Imre Konokul hétről hétre mindig azt mondja, hogy még nem dőlt el. Imrém, hogy látod? A helyzet a következő, hát én követem, de nyilván ti is, csak talán egy kicsit óvatosabbak vagytok, Laci meg a szokásos formát hozza, a mista, pessimista dolgot, én már ne halagudj, ne sértődj meg, de itt úgy néz ki, hogy egy nehány kulcsállamba forog a szél, tehát fordulgatnak meg, most már ott tartanak, hogy ezeket a kompjútereket is megengedték valamelyik államba, hogy megnézzék, hogy mennyi csalás volt. Videófelvételek vannak arról, hogy bőröndök száma hogyan cipelték üres
időkben a szavazatokat, tehát a hamis cédulákat, nem voltak ellenőrzések. Egy csomó esetben ugye már a megfelelő ottani kormányzatok is vannak, és Trump is az egyik kormányzót felszólította, hogy, illetve az egyik államtitkárt, aki felelős, hogy azt mondja, na mi van öreg? Hát attól vagy begyulladva, hogy a mostani kormányzó ellenfele, ez egy fekete hölgyemény, attól félsz te, azért nem mered ezt a dolgot megcsinálni. Szóval halad a dolog, de megint oda lyukadunk ki, hogy vagy így, vagy úgy, még hosszú ideig nem fog eldőlni. Másrészt mondják a jogtudományos emberek, hogy nincs ám az kőbevés, hogy január 20-án be kell iktatni az elnököt, már arra is volt példa, itt még minden történhet. Esélyek még vannak, de még mindig azt mondanám, egy 30-70%-os az esély, 30 Trumpnak mindig van, bár sok mindent nyilván nem tudunk, hogy csak egy-két dolgot tudunk. Én mindig megpróbálok a kislukon beszűrődő fénnyel foglalkozni, mert ez egy kicsit vidámabbá tesz. Laci? Igen, egy dolog látszik biztosnak, hogy most már nem kerülhető el, hogy ne kerüljön a legfelsőbb bíróság elé az ügy. Így van, így van. Ahol, és ez nagyon lényeges, ugye, hát 6-3 arányban nem csak egyszerűen a konzervatív oldal van jelen, hanem azok, akik személy szerint is Trump támogatói. Tehát ez azért egy érdekes küzdelem lesz. De ott azért a tények számítanak. Jó, most akkor játszunk egy kicsit ilyen totót. Imént az Imre azt mondta, hogy ő még mindig lát egy 30% esélyt, hogy megváltozik a jelenlegi helyzet, és mégis Donald Trump marad az Egyesült Államok elnöke. Te hány százalékot adnál ennek, Lacikám? Te pessimistább vagy. Igen, én valóban pessimistának látszik. Én sajnos most már 0%-ot adnék, és azért, mert a világ urai egyértelművé tették, hogy ez van. És a világ urai néhány száz vagy néhány ezer év óta, ha egyszer valamivel kapcsolatban azt mondják, hogy már pedig ez így van, akkor az ott momentán úgy van. Aztán, hogy később lehet-e más irányba fordítani, az egy más kérdés, de hogy ezt a döntésüket most nem fogják megmásítani, ebben én most biztos vagyok. Lehet, hogy rosszul látom, ezt majd most már azért egy-két hónapon belül gondolom mindenképpen kiderül. Meglátjuk. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten a szokott időben találkozunk. Viszontlátásra!